Kovács Edit felnőtt képzési vezető segít nekünk abban, hogy jobban megismerjük a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumot. Üdvözlöm Edit, először is ki az, akiket várnak a szakgimnáziumban a felnőtt képzési kereteken belül? Mi elsősorban a technikus képzéseinket ajánljuk az érettségizett fiataloknak. Ezen területen belül 3 szakirány közül választhatnak a hozzánk érkezők. Mezőgazdasági technikus, állattenyésztő állategészségügyi technikus és mezőgazdasági gépész technikus képzések közül választhatnak. Milyen előképzettséggel kell rendelkezni az önökhöz felvételizőknek? Az érettségi bizonyítványa felvétel feltétele. A felsorolt szakképesítések között azonban van 2 olyan, amelyik esetében jogosítvány megszerzése is feltétel, de szerencsére nem a bekerülés feltétele, hanem a képzés végéig kell megszerezniük mezőgazdasági vontató vezető jogosítványt. Milyen formában és milyen keretek között zajlik önöknél a technikus képzés? Esti tagozatos képzés keretében jelentkezhetnek hozzánk a fiatalok a technikus képzéseinkre. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől májusig terjedő időszakban vannak nálunk ugyanúgy a fiatalok, mint nappali tagozaton, de péntek délutánonként, szombati napokon ülnek be az iskolapadba. Ennek az az előnye is megvan, hogy hétközben már megkóstolhatják a munkavilágát, egy kis zseppénzre is szert tehetnek. Ugyanakkor még a tanulmányaikat egy diákigazolvány mellett folytathatják. Munkaügyi központon keresztül elérhetőek önök a szakképzésben vagy a képzésekben? Mindenféleképpen, igen, részt veszünk munkanélküliek képzésében is, de ott ezek a technikus képzések nem játszanak, tehát más jellegű felnőtt képzéseink vannak. Az újdonság, ami másodévben fog indulni majd jövő szeptembertől ismételten, az a mezőgazdasági gépész technikus. Polgármester úr a megnyitó beszédébe említette is, hogy mennyire fontos a technikus végzettségű fiataloknak a munkaerőpiacon levő megjelenése. A gépész technikus az az a húzó ágazat, amire ha megnézzük a foglalkoztatási kínálatokat, akkor itt bizony találunk dömpinget. Azt gondolom, hogy egy kicsit a köztudatban talán máshogy képzeljük el a gépészt, mint amilyen a valóságban ma már. A köztudatban az élhet, hogy nem biztos, hogy 21. századi körülmények között dolgozik a gépész, pedig ez most már így van, légkondicionált erőgépekben ülnek, GPS vezérelt számítógépes technológiát használnak. Ezért is fontos, és ezért nagy a kereslet a jó technikusok iránt, mert ők azok, akik képesek szakszerűen kezelni ezeket a berendezéseket. Mi magunk is közvetlen kapcsolatba állunk, nem csak a megye, hanem megyén kívüli gazdálkodó szervezetekkel is, akik komoly munkaerőfelvételt jelentenek. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel az esti technikus képzéseinkkel, különösen a gépész technikussal egy jelentős hiányt pótolunk most. A felnőtt képzésre felvételizők tekintetében a számok hogy alakulhatnak? Hát az az igazság, hogy miután ingyenes az esti tagozaton való részvétel, ezért azt gondolom, hogy teljesen logikus, hogy a fenntartó az korlátozza a felvehetőknek a létszámát. Ezért én arra bíztatok minden érettségizőt, aki a technikus képzéseink irányába kacsingat, hogy minél előbb adja be a jelentkezését. 20-25 fős osztály létszámnál már le kell zárnunk a jelentkezéseket, tehát ezért lenne fontos a jelentkezési lapok mielőbbi beadása. Ami még egy picit a technikus képzés mellett szólhat, hogy nyilván aki érettségizik, annak a fő cél az a felsőoktatásban való részvétel. Ha szakirányba tanul tovább, akkor ezekkel az OKI és technikus végzettségekkel többletpontokra is szert tehet. Tehát nem kell feltétlenül megállni egy technikus szinten. Lehet, hogy van, akinek éppen technikus vizsga után jön meg a kedve a továbbtanuláshoz, akár egyenes út vezethet tovább a felsőoktatásban. Kereszt félévezésre van-e lehetőség? Eddigi gyakorlatunkban még nem, de nem, nincs kizárva, hogy a jövőben ennek az igénynek is meg tudunk felelni. Most meddig tart a felvételi határidő?
augusztus 20-áig tudjuk befogadni a jelentkezéseket. Azért is ilyen hosszú a jelentkezési határidő, mert nyilvánvalóan egy érettségiző, ha beadta a felvételi jelentkezési lapját a felsőoktatási intézménybe, addig nem fog beiratkozni hozzánk, míg annak az eredményét nem tudja. Tehát nyilván ezt követően tart még a beiratkozás lehetősége.